Vállalkozók számára szervez konferenciát Gyergyószent Miklóson az Arbor Vállalkozók Szövetsége. A rendezvényt nem csak a vállalkozóknak szánják, azok is hasznos információkat kaphatnak, akik a jövőben szeretnének vállalkozást indítani. Az Arbor Vállalkozók Szövetség november 25-én kezdődő rendezvényén számos aktuális témakörben nyújtanak majd tájékoztatást a meghívott szakemberek az érdeklődőknek. A formátum nem szokványos, hiszen a plénumban csak a téma felvezetés hangzik el, ezt bővebben csak azok előtt fejtik ki, akiket valóban érdekel. Úgy gondoltuk, hogy ne egy hosszú unalmas konferenciába torkoljon ez az egész rendezvény, 5 perces témafelvezető előadások, és akkor a konferencia után kerekasztaloknál az előadókkal lehet hosszasabban, kit mi érdekel, azt megvitatni. A közbeszerzésekről, a direktvásárlásokról, hogyan lehet a közintézményeknek beszállítóivá válni. A beharangozó sajtótájékoztatón a szervezők hangsúlyozták, nem csak az Arbor tagoknak szánják az eseményt, hanem minden gyergyói vállalkozónak, de azoknak is, akik a jövőben szeretnének vállalkozást indítani. Mivel részvétel is ingyenes, meg a programok is elég színesek, ajánlott akár az is, hogy többen is jöjjenek egy cég részéről, mert délután a műhely munkák alkalmával különböző szakterületekről lesz szó, hogyha egy cég több szakterület után is érdeklődik, akkor mindegyikről tudjon információt kapni, és természetesen nagyon fontos az is, hogy nem csak vállalkozókat várunk. A konferencia időpontját november 25-ére tűzték ki, a helyszínt később választják ki közbeszerzés útján.